Varga Barnabással nem tudtatok mit kezdeni. Te hogy láttad az ő teljesítményét, illetve nyilvánvalóan a sajátodat? Egy nagyon veszélyes támadó, akit ezen a napon nem tudtunk semlegesíteni a 16-oson belül. Illetve ezt annyiba kiegészíteném, hogy az első fél időben az a fajta nyomástűrő képességünk, ami ehhez a mérkőzéshez kellett, az megvolt. Ezt veszítettük el abban a periódusban, abban a kritikus időszakban, amikor azt a három gyors gólt kaptuk, és tulajdonképpen vége volt a meccsnek, akkor ugye Varga Barnabás nagyon élt. Nem szabad ilyen rövid időn belül három gólt kapni, sajnos cserével sem tudtam megszakítani a játékmenetét, hogy kicsit levegőhöz jussunk, és ráadásul nem csak a Ferencváros erőszakolta ki azokat a szituációkat, hanem mi is engedtünk, nekünk is ott nagyobb hiba volt, de utána már vége volt a mérkőzésnek. Következő kérdés. Jó estét, Cseh Benyamin vagyok a sportá.hu-tól. Azt szeretném kérdezni, hogy a szünetben ugye a Fradi átállt három védőről négy védőre, ez mennyire zavarta meg a csapatát? Amikor kimentünk a második fél időre, akkor inkább az volt, nem is a három védő, hogy ott változtatott a Ferencváros, hanem hogy ugye két belső támadóról átállt egy belső támadóra. Ez papíron talán még jobb is volt, és abban az időszakban, ameddig a második gólt meg nem kaptuk, talán többet is tudtuk birtokolni a labdát, mint az előtti időszakban, a mérkőzés az előtti időszakában az első fél időben. Ezért volt bosszantó, hogy ott jöttek azok a bekapott gólok. Következő kérdés. És maga a Ferencváros összeállítása, hadrendje, ahogy kezdték a mérkőzést, az mennyire lepett meg, hiszen azért itt ugye két csatár volt, három védő, egy védekező középpályás, ez mennyire lepett téged meg? Elsőre maga az a fajta összetétel, hogy kimondott jobb védő nélkül volt a kezdőcsapat, az kicsi meglepett, de ahogy láttuk a névsort egyből, így raktuk össze, hogy kezdték is. Van benne logika természetesen, de próbáltunk reagálni rá. Ez az első fél időben úgy, ahogy sikerült, a másodikban már nem. Következő kérdés. Ugye a két Fradi elleni meccsünk az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna a csapatként, meg akár neked vezetőedzőként is. Mit lehet ezekből a mérkőzésekből tanulni? Mi az, amin mindenképpen változtatni kell a jövőben? Az első mérkőzésünkön ebbe a bajnokságba, a Ferencváros ellen egy más felfogásban mi játszottunk, talán nyíltabbak is voltunk, sőt nyíltabbak voltunk. Most, hát mint láthattuk, próbáltuk zárt védekezésbe a saját térfelünket védeni. Van a következő meccsig még időnk. Addig is ugye vannak mérkőzések, próbáljuk fejleszteni a csapatot, hogy versenyképesek legyünk a Ferencváros ellen.